Nagyon-nagyon szerettük ezt a műsort, és nagyon jól éreztük benne magunkat, úgyhogy persze, hogy aki ennek a résztvevője és aki szereti, azoknak nehéz meg rossz érzés kiesni. Hát mi ezt kétszer éltük át, úgyhogy hát az nem a legjobb érzés. Még fel se dolgoztuk az első kiesést, amikor már jött a felkérés, hogy akkor visszakerülünk ebbe a showba, úgyhogy teljesen át kellett szervezni az egész hetünket, és újra bevetni magunkat, mentálisan is oda kellett tenni az egészet. Valahol igazságtalan az élet, megmondom őszintén, mert az ő tudásához egy olyan nálam tehetségesebb táncos kellett volna kapjon, hogy ő elmenjen a döntőig. Mert ha ő rajta múlna, akkor én azt mondom, hogy a Tóthor Show ez tuti döntős, sőt, még meg is nyeri a műsort. Mert amilyen jó tanár, mondjuk én egy esetlen, ahogy mondjam, hát egy igazi zenész vagyok, érted, aki mondjuk voltam a nagy duettben a Ábel Anitával, ott mondták, hogy kettőt ide, kettőt, ott sose jött össze. Azért itt összejött a kettőt ide, kettőt oda, meg hármat kicsit ide. Kicsit bonyolultabb dolgok is összejöttek. Itt a parabülé, kruplipüré, krémbülé, minden összejött. Voltak kirohánásaim, hogy ezt feladom, nem fogom csinálni, hát azért gyerekek, 74 kilót fogytam. Azért 74 kiló az egy emberi testsúly. És azért én fejben még az a 168 kilós ember vagyok valamikor. És akkor mondta az Orsika, hogy akkor csinálj egy ilyen lépést, olyan lépést, és akkor azt mondta, figyelj, én ezt nem tudom. Mert fejben még egy kövér, nagy darab ember voltam, ahol koordinációs gátlásaim voltak. És az Orsika leült velem, és tényleg akkor pszichológusként, mint a testvére. A testvére elkezdett velem beszélgetni. Mindig is az volt a fontos, hogy lépéskombinációkat gyakorlatilag bárki meg tud tanulni, többé-kevésbé, mindenki a saját fizikai korlátaim belül. De mivel, hogy előadók, művészek vagyunk, nekem nagyon fontos volt, hogy az ő személyisége mindegyik táncba visszajöjjön. Ne csak azt lássák, hogy Emilio megtanult néhány lépést, hanem azt, hogy Emilio a táncban is tud, mint személy Emilio lenni, és ez nekem fontos volt, hogy ez bármelyik táncba vissza tudjuk hozni. A legszebb ajándékot kaptam. Mert kaptam egy olyan komoly barátságot, egy életre szóló barátságot kaptam, aminek nagyon nagy értéke van. Én azt mondom, hogy azért elkezdtük a próbákat, én a próbák alatt én még 24 kilót lerántottam. Szóval nekem ez nagyon jó volt. Én arra törekszem mindig az világ a életemben, hogy hiteles legyek. Én megígértem egy ország előtt, hogy fogyni fogok, megcsináltam. Mindig ígérek, azt mindig megteszem. És szerintem egy előadó művésznek ez a zsenialitása. És úgy elkezdtem itt a táncot, és akkor csinálok egy táncos klipet, amiben frankon nagyon jól fogok táncolni az Orsival. És nagyon jó dal lesz, remélem sláger lesz. Úgyhogy szeretnék egy olyat adni, hogy például a táncsuliba is az Emiliónak a szalszájára táncoljon mindenki, például akár az Orsikának a tanítványa, és az egy jó dolog lenne.